Nekem a legmeglepőbb dolog nem az volt, hogy te itt adsz koncertet most 20. alkalmából, hanem hogy 20-án te mondod az ünnepi beszédet majd a Szent István téren. Nyilván az nem meglepő, hogy az ember a politikai hovatartozását, azt, hogy jobboldali érzelmű vagy, ezt már többször is így kinyilatkoztattad és nem titkoltad, de ilyenkor egy ilyen augusztus 20-ai ünnepen azt hiszem, hogy szinte kötelező is egy olyan fajta üzenetet adni az embereknek, ha már valaki elvállal egy ilyen köszöntő beszédet, ami felhívja arra a figyelmet, hogy hová tart ez az ország, vagy hogy hol vagyunk. Mi az, amit te szeretnél holnap üzenni? Hát számomra legalább akkora meglepetés volt ez a fölkérés, és mondhatom, hogy szelíd és később már kevésbé szelíd erőszaknak engedve mondok el egy ilyen beszédet, magamtól soha nem mondanék ilyen beszédet. De ha már felkértek, akkor azt fogom mondani, és ilyen kedvesen ragaszkodtak hozzám, akkor én azt fogom mondani, amit valóban gondolok, tehát nem szeretnék én egy ünnepi szónok pozitúrájába vágva magamat, ami az emberek feje fölött elbeszélni. Én arról akarok beszélni, hogy én nem jobb vagy baloldali érzelmű vagyok, és sosem mondtam, hogy jobbos vagyok, rám is ütötték ezerszer, meg betettek ebbe a fiókba, mert hogy a magyar média jelentős része az balra húz, ezt kár volna tagadni. Nekik az az egyszerűbb, hogy aki nincs velünk, azt nyilván a másik fiókra kell főcímkézni. Én ezerszer elmondtam már, nem jobbos vagy balos vagyok, hanem normális. Aggódom a hazámért, konzervatív vagyok, megőrző vagyok, szerették megőrizni valamit abból, amit kaptam. Ezt az országot kölcsön kaptuk mi mindannyian. Most viszonylag fiatal vagy középkorú felnőttek vagyunk. Most a mi kezelésünkben van ez az ország, lett legyen akármi a szakmánk, a cipő felső részkészítőtől a metrókosi segédvezetőn át, a nem tudom, a miniszterelnök úrig. Viszont csak időlegesen van nálunk, és ezt oda kell adni majd a gyerekeinknek. Most, hogyha ezt ilyen állapotba adjuk tovább, akkor nem lehetünk nagyon büszkék magunkra. És szerintem ezt az állapotot le kell jelölni. Ott kezdődik az én beszédem, hogy az emberek jelentős része, hogyha megkérdezik az utcán, az utca emberét, fogalmuk nincsen, hogy augusztus 20-án mit ünneplünk. Hadoválnak össze-vissza egy kérdésre, szegények, mert zűrzavar van a fejükbe, alkotmányról beszélnek, meg István a király, meg ilyeneket mondanak, meg új kenyér, meg szóval ez a néhány évtizedes szellemi elsötétítés, ez megtette a hatását. Az emberek elfelejtették, hogy az 1000 éves magyar államiságot ünnepeljük. Azt, hogy Szent István fölajánlotta ezt az országot az égbe. Na most erről ma szinte beszélni se lehet, mert ha erről beszél az ember, mindjárt kiszerkesztik különböző honlapokon, ha ezt elmondom valahol, akkor alá jönnek a kommentek, hogy Ákos annyira klerikális, hogy nem lehet kibírni. Nem, mintha ez engem különösen megrendítene. Hát én arról akarok beszélni, hogy ez egy keresztény ünnep, barátaim, mert alapvetően ez egy keresztény ország. Csak erről már nagyon nehéz gondolkodni is, mert a gondolkodásnak a tereit elfoglalt egy másik gondolat, ami történetesen keresztény ellenes.